üdvillő módon mindenkinek. A Bang úr megkeresett, hogy megnézném-e az egyik akkumulátorukat, hát nagyon gyorsan kiderült, hogy most olyan akkumulátort akarnak nekem küldeni, ami nem titkolózik, hanem belelátunk konkrétan. A cella különbségeket is fogjuk látni, nem csak sejtjük, hogy egybe van, konkrétan látjuk, ugyanis ez egy Bluetooth verzió. Csomagolás a csomagolásban van, tehát itt már van nekünk egy külső borításunk, és ugye egy újabb dobozba be van csomagolva. Így van fölfele, hadd nézzük akkor, hogy mi a helyzet. Nem bízták a véletlenre a csomagolást. Gondolom úgy voltak vele, hogy ne tudjon megsérülni semmi szín alatt sem. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog is alapvetően. Kapásból megkapjuk a Product Manuelt, amit majd mindjárt meg is nézünk egy kicsit, és természetesen itt van maga az akku csomag is, ami egy teljesen megegyező a többivel, azzal a különbséggel, hogy itt bizony van Bluetooth. A csomagban érkezik még egyébként a kettő csavar, a kettő darab takaróval együtt. Az akku méreteit tekintve teljesen megegyezik a normál változatokkal, tehát nem a mini kivitel, és egyébként itt megkapjuk gyakorlatilag a tetején a kis QR kódot is, hogy honnan töltsük le az applikációt hozzá, tehát valóban egy Bluetooth modell. Nézzünk bele kicsit a könyvbe. Rögtön az első oldalon kapjuk az információt, hogy 4 darab köthető ebből a típusból sorba, és 4 darab párhuzamosan. Amennyiben több darabot akarunk sorba kötni, vagy párhuzamosan, akkor minden akut töltsünk fel 100%-ra, hát természetesen ki kell balanszolni őket idézőjelbe, hát ne össze-vissza töltöttségeket kössünk sorba. Ha párhuzamosan kötjük, természetesen kibalanszolódik önmagától. És ugye a töltőáramból is szóvesik, hogy ha sorba kötünk több darabot, akkor 100 amper lesz a maximum töltőáram. Ha párhuzamosan is kötünk, akkor meg ugye összeadódnak a töltőáramok. Az akku méreteit tekintve 33 cm x 17,6 cm x 22 cm-es, megfelel a valóságnak teljes mértékig. M8-as csavarokat fogunk tudni ide becsavarni, ahol jelen pillanatban még itt ez a kis szigetelő darabka van, de ugye ezt ugye ki tudjuk szedni itt a termináról. Amennyiben az akut nem használjuk, legalább 3 havonta töltsük fel. Én szerintem nem fog lemerülni 3 hónap alatt. Ezt csak abból indulok ki, hogy van itt már olyan, amit nem töltöttem 3 hónapon keresztül, és nem merült le. Nézzük a tulajdonságokat. 1280 wattórát tud tárolni, névleges kapacitás 100 amperóra, névleges feszültség 12,8 volt, az akku 4-es 1P cella elrendezésben van, azaz 4 darab cella van sorba kötve, töltés CCCV, azaz állandó árammal, állandó feszültséggel, charge voltage, itt ugye a töltőfeszültség 14,4 volt, plusz-minusz 0,2 volt, belső ellenállás kisebb, mint 15 milliom. Na hát azt majd mindjárt megmérjük, hogy pontosan mennyi az annyi. Ajánlott töltőáram 20 amper, 0,2C, a BMS egyébként 100 amperes, és maximum 100 amperrel lehet tölteni, és maximum 100 amperrel lehet meríteni. Egyébként 5 másodpercig 280 ampert is képes leadni, itt nyilván bekapcsolnak ugye a védelmek. A folyamatos merítés viszont ugye 1280 watttal történhet. És itt egy ilyen pulzus áram is van, ami 110 amperre van megnevezve, hát akkor ez nem egyezik a 280 amperrel. Ha 3 szekundumig tud 110 ampert, akkor miért tudna 285-ig? De mindegy, most ebben nem menjünk nagyon bele. A képen látható egyébként a töltési karakterisztika, tehát állandó áram mellett, állandó feszültséggel, és a végén ugye az áram az szépen lemarad, a feszültség az meg állandó marad. Ha az akut túlságosan lemerítjük, akkor ugye a BMS akár le is kapcsolhat, mivel kívülről nem férünk hozzá csak a pluszhoz és a mínuszhoz, egy átlagos töltővel nem biztos, hogy fel tudjuk majd tölteni, és itt ajánlja azt, hogy ha van egy napelemünk, 18 és 36 volt közötti, akkor 3 és 10 másodperc közötti időre
kapcsoljuk rá a napelemet, hogy a BMS felébredjen. Ugyebár ezekkel a töltőkkel az a probléma, ha nem érzékelnek feszültséget, nem is töltenek. Egy hagyományos töltő, ami folyamatosan ad feszültséget, azzal ugyanúgy fel lehet ébreszteni az alvó BMS-t. Nézzünk egy belső ellenállást. $3,22 millió mindösszesen, hát ha látszik. Eddig ez a legkisebb belső ellenállással rendelkező 12,8 voltos akku, ami nálam járt, és itt nem csak a celláknak a minőségéről árulkodik a belső ellenállás, hanem arról is, hogy nagyon jó a kapcsolat a terminálok és a cellák között, és ugye meg szintén a terminál, a BMS és a cellák között. Tehát megfelelő vezetékkel van, jó kontaktussal van ellátva. Töltsük le az applikációt. Na, megnyitjuk. jabadaya.com weboldalra utasít bennünket, hát Google Play-ről. Akkor ezt letöltjük. Megnézzük, hogy valóban ez az applikáció, nem pedig nem valami reklám, bár nem hiszem, hogy reklámra irányítana bennünket. Telepítjük. Megnyitjuk. Kapásból azt kéri, hogy regisztráljunk. Nézzük meg, hogy mi történik, ha azt mondom, hogy Jump Login. Engedélyeznem kell itt a dolgokat. Tehát nem akarok regisztrálni, magyarán mondva. De egyébként itt már meg is jelent a Mac címe az akunak. TN1629. Egyébként ez a TWEN aku. Hát elég érdekes kimondani TWEN. Na de hát ezt írták rá, konnektáljunk hozzá egyébként, tehát csatlakozunk hozzá. Láthatjuk, hogy 50%-os a töltöttségünk, per pillanat 13,17 volt, nem merülünk, nem töltődünk, átlag cella feszültség 3,29 volt, és egy ciklus van benne, tehát kipróbálták az akut, mielőtt elküldték, 19 fokos az akunak a hőmérséklete, ugye megkapjuk itt a Celsius és a Fahrenheit adatokat is. Alapvetően nézzünk egy historit, abban nincs semmi, nézzünk egy kontrollt, itt ebben nem tudunk belebújni. Ez ugye real time, paraméter, basic information, itt van a Bluetooth name, ugye akár el is nevezhetnénk az akut, hogy mondjuk ez az egyes, akkor meg kettes akku, stb. Hát én nekem csak egy darabom van, szóval itt nem nagyon van mit nevezgedni. Amire én még kíváncsi lennék, az konkrétan, hogy a cellák hogy állnak, tehát nem csak egy átlagot szeretnék látni, hanem az összeset szeretném látni, de ahogy látom, jelen pillanatban ez nem áll rendelkezésre, pedig a könyvben van szó róla, hogy fog látszani. Bekonfiguráltam a töltőt, és már el is indult a töltés, egy ilyen körülbelül 140 watt körül ugrándozunk, kb. 10 amperrel, amit az alkalmazás is visszaigazol, tehát még azt is kiírta egyébként, hogy a becsült feltöltési idő az 4 óra és 40 perc körül fog alakulni ilyen töltő teljesítménnyel. Hát majd megjön majd itt a teljesítmény, amikor majd egy kicsit majd dél lesz. Jelen pillanatban még a napelemeket nem nagyon éri a nap, legalábbis ezt a stringet, amit éppen bekötöttem ide. De nem is probléma egyébként, mert ugye pont be fog állni a töltőáram normális értékre, tehát bőséggel 50 amper alatt fogunk maradni. Jelen pillanatban ugye ezt a 10 amper környékét karmolgatjuk. Na hát teljen csak itt szépen fel, aztán megcsinálunk egy merítéstesztet. Pont most töltődött fel az akku egyébként, és alapvetően, amit ezt látjuk, 14,27 voltra esett vissza a feszültség, ahogy abban maradt a töltés. 3,6 voltot láttam egyébként legnagyobb értéket, szóval itt teljesen okés. Abból a szempontból nekem csalódás, hogy nem látom a cellafeszültségeket, miért nem lehet azt látni, nem erről volt szó. Ettől függetlenül viszont valóban fel tudott töltődni az akku, tehát nem állt meg 13,9 voltnál. Jelen esetben én egy ilyen körülbelül 4 órás merítést szeretnék rá tenni, inverterrel fogom meríteni, és egy hősűsivel, mivel nincs hideg a műhelybe, elindítom legelőször is a timelapse-et, tehát ugye ez már ugye működik. Ugye ki van nullázva az óránk, elindítjuk szépen gyönyörűségesen az invertert, bekapcsoljuk itt a kis állítható transformátorunkat, és egyes fokozatba elindítjuk, természetesen
itt nagyon-nagyon sok amper szaladt ki, én nem akarom ennyire meríteni, úgyhogy beállítom magamnak, hogy egy ilyen körülbelül 25 amper forma menjen ki. Hogy egy ilyen 4 órás merítés legyen nagyjából. Na, ez ilyen körülbelül 25 amperes merítés lesz. Kicsit azért tekerem feljebb egy hajszálat. Így. Így meglegyen a 25 amper biztosan. Ez ugye egy ilyen körülbelül 4 óráig kellene, hogy működjön. Ugye 168-167 voltra csökkentettem itt a kimenőt, és ez itt fog nekünk szépen fűteni, mert nincs hideg. Kicsit zörög ugyan, de hát na, most valahogy meg kell nézni, hogy azért 4 órás merítés mellett mit tud az akunk. A jó hír az az, hogy a 100 amperórát minden probléma nélkül le tudta adni. Szóval most akkor kicsit csendet csinálunk. Jaj, de jó egyébként. És a feszültség még meg is ugrik egyébként, tehát még nem vagyunk lemerülve. Az ígértet túl is teljesítette minden probléma nélkül. De hát a belső ellenállás is erről árulkodott egyébként, hogy itt valamit jól csináltak alapvetően. Tehát vagy a kötés minőségén javítottak, vagy a cella minőségén javítottak, mert ilyen kicsi belső ellenállású változat még nem volt nálam. Ez meg is látszik az eredményeken. Az a helyzet, hogy nem vagyok megelégedve ezzel az applikációval, amit hozzá mellékeltek, illetve ajánlottak, úgyhogy töltöttem le egy ilyen BadBMS nevezetű alkalmazást, és lásd csodát, olvassa az akut mindenféle probléma nélkül. Mutatja is, hogy már 100%-on vagyunk, látható, hogy még töltődünk egy ilyen körülbelül 3 amperrel, 50 watttal. Mutatja ugye a ciklusok számát is, és mutatja a single cell information-t is, azaz cellánként pontosan hány volton vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik, amit látok, ugyanis nagyon minimális eltérés van, és a töltés vége felett egyébként el szokott szaladni a cella különbség, tehát ott szokott úgy szétszaladni, ott nagyon érzékeny már gyakorlatilag, de ha meg tudja fogni, akkor azt jelenti, hogy mégiscsak jól végzi a balanszer a dolgát, mert még mindig töltődik, és 14,27 volton vagyunk. Mondjuk itt van az élő példa arra, hogy mindig szoktam mondani, hogy nem kell 14,4 voltig tölteni, 14 voltnál nyugodtan meg lehet állni, nem kell tovább tölteni, ott már fel van töltődve garantáltan minden. Nézzük, hogyan boldogul az akku a nagyobb áramokkal. Kicsit visszanézek itt a táblázatba, hogy hány perc, 5 perc. Azt állítja, hogy 100 amperes maximum merítő áram lehet rajta. Viszont van egy ilyen kiegészítésünk, hogy 5 másodpercig 280 amper is lehet. És van egy ilyen, hogy pulse current 110 amper 3 szekundumig. Na hát akkor adjunk az érzésnek. Azt mondom, hogy a inverterünk az már jár. Szóval lássuk, hogy itt egy ilyen 38, 40. Na, megvárjuk, hogy kicsit stabil legyen ez az áram, és akkor majd én itt rádúrantok egy kicsit. Hát ez jó sikerült egyébként egy 112 amperrel. De egyébként az akku minden további nélkül bírja. Nem bírta. Tehát letiltott. 112 ampernél letiltott. Az első olyan akku, ami letilt 100 amper felett. És ugye az volt,
Itt a táblázat. Hogy 110 amper, de természetesen nem a végtelenségig. Na. És újra indul. Magától indult újra. Persze itt lekapcsoltam. Szóval láthattuk a dolgot, most lehet akkor örülni. Többször megkaptam megjegyzésben már azt, hogy az az akku, ami nem tért le 100 amper felett, és 100 amperes BMS-sel van, az nem jó. Nem én írtam, nem én találtam ki. Én csak a táblázat szerint megyek, de itt biza letiltott. Nézzük akkor, hogyha egy olyan körülbelül 100 ampernyit tolok rá, és akkor ezt folyamatosan fent tudja tartani. Természetesen elindítjuk itt a másik fogyasztót is. Tehát nem akarom meghaladni a 100 ampert, hanem csak a körül akarok maradni. Kicsit sok lettul látom, mert nagyon nő. Tehát megmaradunk itt a 100 amper körül. Ugye az ígéretet tartja, vagy nem tartja. Még mindig nő. És 12,6 volton vagyunk, nagyon-nagyon fontos. Minden további nélkül tartja. Kicsit kivárunk azért, hogy nem-e omlik össze megint a rendszer így 3 másodperc múlva, de hát már összeomolhatott volna, hogyha nagyon össze akart volna valami omlani. Minden további nélkül bírja. És ha megnézzük, 12,6 volt, 100 amperes merítő áram mellett. Szerintem ez azért van, mert jó a belső ellenállás. Megfelelő lehet a kábelezés, és a BMS minőség is olyan, amilyen kell legyen. Tehát alapvetően én azt mondom, hogy tényleg eddig a legjobb 12 voltos akku, ami nálam járt vasfoszfát kategóriába. Annak ellenére, hogy a márka Ven nem tud hova tenni igazából. Tehát így azt hinnéd, hogy ez mi. És igazából ez teszi legjobban a dolgát. Megelőzte a többieket. Összességében tehát az akku hozza a papírformát, azaz azt mondta, hogy 100 amperórát fog tudni, minden gond nélkül leadta, 100 amperre terhető, minden probléma nélkül leadta, azt ígérte 110 ampernél le fog tiltani, tehát ugye az már a túlterhelés kategória, és letiltott. Tehát ezt az ígéretét is betartotta. A BMS jól működik, az ajánlott applikáció, amit ajánlanak hozzá, az nem olvassa ki a cellaadatokat, viszont egy másik applikáció minden gond nélkül kiolvassa a cellaadatokat is. Nagyon szépen egybe vannak a cellák, nem a hány cella annyi fele gyakorlatilag, és példás a belső ellenállás szó szerint, tehát azért itt ebben rejlik a kulcs szó. Tehát, hogyha valaminek a belső ellenállása nagyon kicsi, az azt jelenti, hogy ott sokkal kisebb veszteségek vannak, ugye töltés és merítésnél is alapvetően. Hát itt most ezt nagyon-nagyon jól sikerült összerakni. A többi se volt rossz, de ő egy kicsit jobb, attól függetlenül. Természetesen a leírásban ott lesz a link, akit érdekel a dolog, nyugodtan kattintson rá, és mindenkinek szíve joga olyat venni, amilyet szeretne, természetesen. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, de csak ha akarsz, érted, semmit se kötelező. Ha szeretnél még ilyen tartalmakat látni, nézz vissza később is, sosem lehet tudni, hogy mikor érkezik hozzám egy hasonló, vagy akár ennél nagyobb akku, vagy egyéb tárgy, ami pont téged érdekelhet. A következő videóig is, na csá!